Üdvözlöm az átlátszó podcastjének a itt Egy rendhagyó adásban vagyunk itt, mert hogy eddig szerintem az átlátszó podcastjében átlós anyagot még talán nem is szemléztünk, vagy nem is beszéltünk róla, vagy nem szenteltünk egy teljes műsort átlós anyagnak. Az apropója ennek a műsornak most az, hogy hétfőn a szájtunkon megjelent NER Metaversum 2021 címmel egy nagyon alapos, átfogó elemzés a kormánypárti, kormányközeli, kinek hogy tetszik, Facebook, elsősorban Facebook univerzumról, tudományos igényességgel, és ebben a műsorban pedig az anyag készítőit szeretném üdvözölni, német Szilvét, ő az LTBTK BTK média tanszékének doktorandusz hallgatója, Katona Esztert, az ELTE ATK doktori hallgatóját, valamint Minkó Mihályt, adat, vizualizáció szakember. De hogyha még hozzá szeretnétek a titulósokhoz tenni valamit, akkor egészen nyugodtan jegyezzetek meg valamit. És az első kérdésem Szilvihez Silvi, uh, lenne, um, azt szeretném tőle megkérdezni, hogy egyáltalán miért kezdett ezzel foglalkozni, ugyanis hogy az ötlet gazdája ennek az anyagnak, Szilvi volt, aki néhány hónappal ezelőtt megkeresett engem, hogy beszélgessünk arról, hogy ha és amennyiben lenne egy ilyen elemzés, kutatás, akkor tudnánk-e együtt dolgozni. egy Egyáltalán mesélj Szilvi nekünk létszíves arról, hogy honnan jött az ötlet, miért tartottad ezt fontosnak, ezt kutatni. És, és majd utána majd jönnek a további kérdések. Rendben, akkor sziasztok! Úgy indult az egész, hogy tavaly össze jelentkeztem egy konferenciára, amit az Olasz Politika-Tudományi Intézet rendezett meg, populáris kultúra, politika és populizmus témájában. Alapvetően az ELTE doktori programjában internetes mémekkel, pontosabban véve politikai mémekkel foglalkozom, illetve azzal a azokkal a közösségekkel, akik uh, ilyen nyelven kommunikálnak, vagy ez tartja össze őket, de az alapvetően uh, organikus, alulról szerveződő és inkább ilyen baloldali uh, közösségekre kell gondolni. Úgy, úgy éreztem, hogy a konferenciára egy nemzetközi uh, viszonylatban mégis uh, érdekesebb talán a, a Fidesz közeli, vagy a jobboldali populista kormánynak uh, a politikai kommunikációját vizsgálni, uh, hiszen ezen az oldalon is számos uh, tehát, hogy itt is megjelent az, a, amit én úgy szoktam hívni, hogy egy ilyen memetikai fordulat, hogy elég sok olyan oldalt működtetnek, olyan, akár hogyha most megnézzük a miniferis kampány, vagy ilyen City Light-tokat a városban is, ahol átveszik ezt az alulról szerveződő internetes nyelvet, és így próbálják megszólítani a választókat. Ugye adta magát, hogy akkor a megafonnal foglalkozzak, amit szerintem nem hangsúlyozunk eléggé, de például, ha megnézzük, hogy az egyik általuk támogatott projekt, a konverzió, az végül is egy közpénzből fenntartott oldal a Facebookon, tehát szerintem ez önmagában egy elég nagy ilyen milestone-t jelent. De fontosnak tartottam emellett azt is kiemelni és hangsúlyozni, hogy nem a megafonnal jelent meg a kormányközeli kommunikációban, tehát, hogy ez a ez a típusú ilyen digitális propaganda, hiszen 2013-tól folyamatosan jelen van a közösségi médián különböző homályos hátterű anonim szerkesztők által működtetett szintén mém oldalak, amikről nem sok mindent tudunk, viszont a megafonnal ugye ez hirtelen arcokhoz, nevekhez is volt köthető, de fontosnak tartottam azt kiemelni, hogy ez a két logika, tehát a, egyrészt az influencer kultúra, másrészt viszont ez, a, ez az anonim, nem tudjuk elhelyezni közösségi aktivitásnak tűnő dolog, ez egyszerre van jelen, és igazából a kettő média logikának vagy világnak a kapcsolata érdekelt, és ez a hálózat elemzés módszere tűnt így a legalkalmasabbnak. Így azért is kerestelek meg téged, hogy egy ilyen gráf vagy egy adott vizualizációval ezt hogyan tudnánk szemléltetni, és végül kötöttem ki Misivel és Misinél és Eszternél, akivel ezt a projektet végül létrehoztuk. Jó, mert mindjárt beszélünk a módszertani problémákról is, de először beszélünk ilyen definíciós problémákról. Ugye azt írjátok a cikkben, hogy ez ilyen NER metaverzum, miközben ö, te is említetted, hogy azért vannak olyanok, akik valószínűleg kikérnék maguknak azt, hogy ö, ők a bármilyen nerhez le, közük lenne, vagy vagy az eleve ugye ez a közelség, távolság a kormánypárt. Ugye mi, miért gondoljuk azt, hogy ők itt nem individuális emberekről van szó, akik egészen egyszerűen saját maguktól készítenek ilyen tartalmakat, megosztanak meg a Facebookon. Ezt nagyon nehéz úgy megmondani, hogy ennek a hátterét ugye nem ismerjük és nem ismerhetjük meg, tehát vagy olyan emberekre van szükség, akik ebben a világban dolgoztak, vagy ebben valamilyen szinten érintettek, és így coming out -olnak, hogy ez hogy is történt. Nekem személyesen van ilyennel kapcsolatom, tehát mm -hmm. fontos például azt is látni, hogy a 88.hu vagy az Origo is vállaltan az oldalhoz kapcsolva működtette például a Best of Victor oldal, az a 888 folyamatosan szemlézés egy időben egy önálló rovatot is tartottak fenn nekik, a balfékek, ami a Facebookon és az origón is működik párhuzamosan, szintén ehhez a hír, egy hírportálhoz kapcsolódik. Tehát bentfentes információkat kaptam ezzel kapcsolatban, a 888-nak dolgozott be egy, most nem szeretném megnevezni, hogy, hogy, hogy mi volt a forrás, aki pénzért vállalta azt, egy nagyon alacsony összegre kell gondolnunk, 15 ezer forint per hó volt az az összeg, amit különböző mémek elkészítéséért juttattak neki. Viszont azt gondolom, hogy a, a hálózatban szereplő többi ilyen közösséggel kapcsolatban az volt számunkra az indikátor, hogy egyrészt egy vizuális elemzésnek vetettük alá, tehát hogy mennyire látszik az, hogy azok az üzenetek, amiket továbbítanak, azok, azok összehangoltak. Tehát most is látjuk, hogy megjelenik egy, egy szlogen, és minden oldalon ugyanaz fut végig. Például a tegnapi, hogy Európa gáz, de Magyarországon meg gáz van, tehát hogy megjelenik egy ilyen központi üzenet, és minden oldalon ennek az iteráció, ennek a variáció, uh -huh. de, de konkrétan nem jelennek meg uh, különféle szempontok. Azt gondolom, hogy organikus mémkultúrában ez nem így van. Tehát például, hogyha amikor kitört a szájárbotrány, akkor a legótól a grincsig a különböző popkultúrái tartalmakba ágyazva számtalan szempontból megközelítették, voltak pro kontra érvek, tehát ott egy ilyen ö, diverzitás ö, fennállt. A másik dolog pedig mindenképpen a finanszírozást kell megemlíteni, tehát hogy a Facebook Ad library je lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy ezeket a tartalmak mögött van-e bármiféle szponzoráció, és én úgy raktam magam össze a képletet, hogyha valaki mondjuk internetes mémekbe kommunikál, és közben van mondjuk egy ö, több szá, egy forintos büdzséje, az valószínűleg nem civilekbe, és nem egy ilyen önkéntes alapon működő dolog lehet. Világos. Eszterhez fordulok. Ugye ez egy adatalapú elemzés, amit itt látunk. A, itt milyen kihívásokkal szembesültetek. Hogy szereztétek egyáltalán az adatokat, mert az, hogy a Facebook Ad Library-ből le lehet egy kattintással tölteni CSV-ben vagy excel az adatokat, ez világos, de itt azért jelentősen többről van szó. Igen, köszönjük a kérdést. Az adatokat egyrészt kézzel gyűjtöttük, ebben Szilvinek volt nagyon nagy szerepe. Olyan adatokhoz, amit nem lett volna én egyszerű automatizáltan kinyerni a CrowdTangle-ből leszedett adatokból. Azt... Ez micsoda micsoda, csak hogy, mert nem biztos, hogy az olvasók tudják, mi az a CrowdTangle világos, ezzel folytattam. Tehát két irányból közelítettük meg az adatgyűjtést, egyrészt kézi, másrészt automatizált adatgyűjtés volt. Az automatizált adatgyűjtés alapja a CrowdTangle volt, ami egy a Facebooknak a hivatalos oldala, ahonnan lehet szedni nyilvánosan elérhető posztokhoz tartozó információkat. Ugye nagyon fontos az elemzésünkben, hogy Ténylegesen csak nyilvános profilokat tudtunk vizsgálni, tehát nem személyes oldalakat, hanem hivatalos ö, személyek, akik, mm, minek nevezzük ezeket? Mm. Közszereplők, Közszereplők. ]nek a hivatalos oldalai. Köszi. Közszereplőknek a hivatalos oldalai tudtuk vizsgálni, akik saját maguk tartanak fent egy oldalt, amit lájkolni és követni lehet, hiszen ezek az adatok azok, amikhez hozzá lehet férni, személyes Facebook profilok információit nem is tudtuk volna felhasználni. Az adatgyűjtés szempontjából ez is fontos kérdés volt, hogy meddig nyitjuk ki azt a kört, amit vizsgálni szeretnénk, hogy politikusokat beleveszünk-e, vagy ténylegesen csak bloggereket, influencereket vizsgálunk. Ez folyton előtérő kérdés volt a kutatásunk során, amit mindig észben kellett tartanunk, hogy van egy határ, amit vizsgálni tudunk. És ezt ma zártátok le, ezt a határt? Hát végül is ö, a, a, top politikusokra koncentráltunk, tehát a politikusok egymást ö, előszeretettel osztják meg, és, és mondj, tolják Facebookon. Tehát amikor mondjuk Varga Judit fele erősíti a Simicskó Istvánt, akkor őt még igen, de akit már a Simicskó, azt már nem. Tehát, hogy ugye ez egy ilyen lavina, vagy egy domina, dominószerű dolog. Tehát ö, igazából nem mentünk le olyan szintekre. Polgármesterek, képviselők, országgyűlési képviselők szerepeltek, de Azért itt hoztuk meg a határt egy ilyen országos ismertségnél. Uh -huh. a, ugye aki most hallgatja ezt a podcastet, nem tudja elképzelni, hogy mit láthat ezen az oldalon, de ugye, nagyon sok ábrázolás van, adatvizualizáció, grafikonok, diagramok, hálózatok vannak. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy ugye, amit le lehetne írni, az hogyan próbáljuk meg érthetővé tenni vizuális jelekkel. És ugye ezen az anyagon dolgozott Misi, aki a hazai adatvizualizáció keresztapja, vagy nem tudom, újkori keresztapja, mindig gyűlöli, hogyha egy hogy sokkal szerényebb figura ennél, mint hogy saját magának vindikálja ezt a szerepet. De Minsitől kérdezem, hogy ábrázolási szempontból mi volt itt a, a kihívás, mert ugye nagyon sok típusú ábrázolást látunk ráadásul az oldalon. Igen, sziasztok! Köszönöm én is a meghívást. Az igazság az, hogy ezeket a vizualizációkat mindannyian csináltuk, szóval szerintem mondhatom azt, hogy, hogy, hogy mindhárman igen csak erősen részt vettünk ezeknek az elkészítésében volt, ami például a hálózat vizualizációkat, az, <coughs> bocsánat, inkább én, de például a Szenki diagramot, vagy, a, vagy, az Egység diagramot Eszter készítette, tehát hogy ez egy ilyen nagyon organikus és közös munka volt, és szerintem egy szuper jó együttműködés. A kiválasztás szempontja az egyrészt a kommunikációs, vagy tehát az üzenet és a, és a tartalomelemzés mentén kikristályosodó ö, vizualizáció típus sok definíciója a körüknek meghatározása volt. Ugye itt adja magát a hálózat, mert feltételezésünk szerint ez az egész egy egy központi, valamilyen központi ö, helyről vagy, vagy csatornán keresztül működtetett hálózat. Ez e... a feltételezés, vagy erre sikerült hát, valamilyen szerint... bizonyítékot találni, már azon kívül, hogy vannak párhuzamosságok az oldalak, meg a megosztások között? Hát, ezt ugye nagyon nehéz megválaszolni, és, és valószínűleg ezt Szilvi jobban meg tudja válaszolni, mint én, de hogyha az én véleményemet elmondhatom, akkor... Itt azért nagyon erősen látszik az, hogy egy bizonyos szintig igen központi, uh -huh. centralizált ö, üzenetek mennek ki, végig szaladnak a hálózaton, és aztán utána elkezdenek ebbe a Szilvi által említett ö, memetikai fordulatba ö, kapcsolódni és megjelenni másféleképpen, más helyeken, más oldalakon. De ugye ezt tényleg csak akkor lehetne kijelenteni, hogyha valaki kiállna és azt mondaná, hogy igen, ez így van. Számunkra azért ez eléggé... Ö, megerősítő abból a szempontból az, amit látunk, ugye itt mi látjuk a képernyőn, majd nézzétek meg ti is, az a hálózat, ami kirajzolódik ebből, a, ebből az adat tengerből. És több hálózatot készítettünk, összesen 11-et, amelyek más-más aspektusaira fókuszálnak ennek a média a Például ki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, kiderült, hogy Bohár Dániel. ezekről mindjárt beszélünk, Jó. hogy mik voltak a highlightok ok az anyagban. Okay. Folytatva egyébként maguknak az adatvizualizációknak a, a kiválasztási szempontja, például a, ez az áramlásdiagram típus, ez, ez nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan erősödik ez a, ez a kommunikációs közeg, és hogyan kezdenek el nagyüzemi, módon szinte posztokat gyártani, és hát az alakja az egyébként egy megafon. Egy megafon, igen. <laughs> Tehát, hogy Abszolút, ilyen tölcsérszerű. Felelősítik igen. itt igen, a dolgokat, és nagyon jól azonosíthatóak bizonyos események ezen, a, ezen az áramlásdiagramon. Tehát izgalmas volt számunkra is kipróbálni olyan új vizualizáció típusokat, amikkel nem feltétlenül találkoztunk korábban, a, az eszközöknek az összetettsége az azért elég nagy volt, sokféle eszköztípust használtunk uh, framework -öket, tehát egy nagyon izgalmas és nagyon szertágazó feladat volt. Na, akkor beszéljünk a, a fő beállításokról, meg hogy mi az, ami az adatokból látszik, mert ugye az, hogy a Facebookon brózolunk, és akkor um, pörgetjük lefelé, ott valakinek igen, valakinek nem, nem számomra például teljesen nyilvánvaló um, legalábbis az, hogy ez, ez, ez a jelenség létezik, és hogy ez vizsgálható de hogy akinek nem lenne, aki nem találkozik egyáltalán ezekkel, mert ilyeneket találkoztunk ilyen kommentekkel, tehát hogy azoknak milyen tanulsággal szolgál? Egyáltalán ki a legnagyobb szereplője ennek az univerzumnak? Nyilván sokan panaszkodnak, hogy nem tudjuk úgy végiggörgetni a Facebookunkat, hogy ezekkel a hirdetésekkel ne találkoznánk, tehát nyilván a fizetett, tehát ha valamit nem lájkolunk alapvetően oldalt, akkor a fizetett hirdetések azok, amik alapvetően így feldobják a, a falunkon a különböző információt legyen ez, érkezzen ez Varga Judittól, vagy Bohár Dánieltől. Bocsánat, hogy közbeszólok, még, mielőtt kiraktam volna hétfőn ezt az anyagot, élesítettem volna, én arra keltem, hogy Bohár Dániel hirdetés, és amikor már 15-ször letiltottam, ugyanúgy elém kerül, tehát, hogy ez, ez iszonyatosan idegesítő ráadásul, de bocsánat, csak közbevetőleg mondtam, hogy nem tudom kikerülni. Igen, és sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem választottam el a kutatói profilomat a magám profilom és azért csak ezeket látom körülbelül. De számomra, ami, ami érdekes volt, az, hogy, hogy iszonyatosan nagy az összetartás ezen a, ezen a körönbelül, vagy a kormány oldalon. Nyilván nem végeztünk egy összehasonlító elemzést, hogy az ellenzéknél ez hogy van. Ugye klasszikusan úgy szokták, hogy ugye ilyen integráció, polarizáció mentén nézik azt, hogy, hogy a, a, magyar médiában beszélhetünk -e arról, hogy párhuzamos világok vannak, az emberek amilyen univerzumnak a híreit, üzeneteit olvassák, nincsenek tisztában a másik oldallal. Ugye ez többször megdőlt, ugye Szabó Gabriella Benemártonnak a kutatásra is számtalan szor kimutatták azt, hogy, hogy, nagyon is megvannak ezek a kereszt hivatkozások, de ami számomra meglepő volt, amikor mi igazából ugye csak az egyik térféle maradtunk, hogy ezen belül is mennyire erős az összetartás, és minden szereplő, úgymond nem csak nagy számú egyezés van, hogy például a Bohár Dániel egyszerre volt a hírtévének a riportere, majd került a Pesti tv -nek. van most egy műsor a Mi Magyarok, vagy valami hasonló címen, ugyanakkor a 888-nak -88 a Piszkos 12 rovatát vezeti közben, a Megafonos közben, még a tranzit Tehát, hogy, hogy rengeteg különböző csatornán, különböző felületen feltűnnek, és nagyon, nagyon erősen megvan ez a szolidaritás, hogyha mondjuk kialakul egy új csatorna, akkor azt mindenképpen megemlítik, tehát ezt nagyon építik az, hogy ki az a kör, ami hozzájuk csatlakozik, és ugye úgymond ez a bajtársiasság, az megvan. Azt gondolom, hogy a, a, a liberális médiában, vagy a baloldali médiában ez sokkal, talán kevésbé van jelen a médiumok talán jobban rivalizálnak egymással, és ezt lehet a, a, központi irányításnak betudni, vagy egyfajta személyesen választott attitűdnek, de számomra éppen az volt az érdekes, hogy amikor a, ugye a megosztásokat és a tegeket néztünk, akkor, akkor egy milyen sok színű és milyen sok szereplőből álló világ ki. Ez miért fontos? Nem pusztán kutatni miért fontos, hanem miért fontos ezt látni is. Ugye mi az, milyen relevanciája van neki, vagy miért fontos ezt, ezt látni, meg, meg tudatosítani? Ugye kritikaként felszokott merülni az, hogy na bezzeg a liberálisok folyamatosan csak a kormánypárti médiával, a kormány közeli kommunikációval foglalkoznak. Ügye, tehát ugye most is előkerült, hogy na, és akkor mi van? Most látjuk, oké, a hálózatát ennek. De hogy ebben semmilyen meglepő dolog nincsen, hiszen politikai aktorok, meg újságírók kommunikálnak a világgal. Szerintem több dolog miatt is fontos ezt látni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy azért emögött a vállalkozás mögött egy általunk finanszírozott, tehát közpénzből működő... Ez biztos? Ezt tudjuk, hogy közpénzből működik? Hát, ha nem is teljesen, de hogy is mondjam, csak van egy vándorlása ennek szerintem ennek a, a közpénz, magánpénz iránynak. Én azt nem, gond... ugye most, a bocsánat, hogy közbeszólok, uh -huh. mert ugye a megafon beperelte a... a... Öm, talán a 4-4-et már nem említettem. A, a, a Telex, telex. megnyerte a pert, tehát igazából. De Mondjuk. azt nyerte meg? vagy pedig azt mondtak csak ki a bíróság, hogy juthatott arra a következtetésre az újságíró, hogy közpénzből működik. Ez nem ugyanaz, mint hogy bizonyítva Igen, van, mm -hmm. hogy közpénzből működik. Ugye azt feltételezzük, hogy van egy áttételes, tehát hogy zsebekből zsebekbe vándorol, és miközben az állam valahová berakja, azt az egyik zse, ebből a másikba, ugye elveszíti közpénz jellegét, mert hogy ugye egy alapítvány Finanszírozza igen. a megafont. Nyilván ez egy kommunikációs trükk, tehát, hogy de ettől függetlenül az ilyen állítások azért problémásak. Jó, én szerintem lehetnek. igen, problematikusak lehetnek, de de azt hiszem egy, egy közszereplővel egyetértőleg mondhatom, hogy nem vagyunk teljesen idióták. Tehát, hogy, ja, hogy, hogy azért ez, ez szerintem nagyon valószínű, hogy így történik, és azt gondolom, hogy fontos azt minél több embernek látnia, hogy hogyan mozognak ezek a szálok, és hogy, hogy mi rajzolódik ki tulajdonképpen ebből egy olyan, olyan kommunikációs platform, amiben kormánypropaganda üzeneteket lehet hatékonyan közvetíteni. Tehát, hogy, hogy persze oké, okay, van, a, van a, a közszolgálati média, és vannak a kereskedelmi Adók közül, meg itt-ott egy, egy rakat, de megjelent ez a működésmód a Facebookon is, a közösségi oldalakon, és fontos az bemutatni, hogy ez hogyan működik, mert itt lekövethető, itt, itt elemezhető, tudunk adatokat szerezni róla. Ezt nem tudjuk megtenni például a, a közmédiával kapcsolatban. Tehát, hogy sokkal jobban kvantifikálható az, hogy mi történik egy-egy ilyen kicsi ökoszisztémában, ami nem is annyira kicsi és ábrázolható. Szerintem bocsánat, bocsánat. fontos az, hogy ez a felülről irányítottság, tehát hogy egy csomó olyan dolog, tehát maga a megafon is, ugye, hogy influencereket képez felülről, tehát hogy valamennyire úgy érzem, hogy a civil részvételt üresíti ki, tehát nincs is szüksége már arra, hogy hogy bizonyos ilyen folyamatok organikusan választodjanak ki, tehát hogy egy népszerűség alapján legyen valaki egy, egy referencia személy, hogy azért, mert az emberek Érdekli az, hogy, hogy mit látnak tőle, kíváncsi a véleményébre, olyan dimenziókat nyit meg, amit, amit más nem, és a teljesítménye alapján lesz valaki egy ilyen mikrocelebb. Itt ugye megfordítják a folyamatot, és nem a véletlenre vagy az emberekre bízzák ezt a feladatot, hanem hanem úgymond van egy ilyen felülről ráelőszakolt jellege. Ugye a közösségi médián ugye, akkor be kell vallanunk, hogy nagyon nehezen tudjuk megállapítani azt, hogy, hogy kik az igazi aktorok, kik működtetnek bizonyos oldalakat, kik a, kik a fizetett trollok, kik a fizetett aktivisták, és mi, a, mi az őszinte valódi lakossági reakció, de, de számos olyan kommentet is, ahogy a 444 is mondta, hogy ők felvetnek egy témát, utána lereagálják, tehát hogy az egész... Kört, az egész kommunikációs ciklusnak minden pólusán ugyanaz a szereplő helyezkedik el, és én például ezt tartom problémásnak bocsánat, bocsán. mondj csak ezt. Persze. Szerintem még az is fontos, ami nem biztos, hogy első ránézésre mindenki számára átjön, hogy egy-egy ilyen oldalt nem is feltétlenül csak egy ember működtet, hanem egy egész csapat van mögötte, és hogy azt a tartalmat, tartalom mennyiséget, amit posztol egy ilyen jellegű oldal, azt nem az a személy írja folyamatosan egymagában, akit képvisel az az adott oldal, hanem tényleg egy hatalmas csapat van e mögött. Igen, ez még annyit tennék hozzá, hogy az is egy érdekes jelenség, amit közben figyeltünk meg, de erre nem tértünk már ki a, a cikk készítése során, hogy ezek mögött, az oldalak mögött az adminisztrátorok létszáma az, az ilyen átlagosan 5-7-10 körül van. Tehát, hogy magát az oldalt is nem csak a készítői stáb nagy, hanem az oldal üzemeltetői is sokan vannak, és így fordulhat elő hogy mondjuk Dák Dániel egyszerre köszöni meg Varga Judit látogatását Miskolcon, és egyébként megosztja a legújabb videóját a konverzión, és nem tudom, közben ö, posztol egyet már Kizaj Péter ö, alá. Tehát, hogy, hogy, gyakorlatilag itt, itt ez egy üzemszerű működés, ami, ami látszik. Hát vagy azt mondanák, hogy ez a profizmus szója, nem? Tehát, hogy ennyire meg van szervezve valami. Jó helyen ez van, piaci alapon működő dolog? Tehát, hogy itt ezt megveszik az emberek? Vagy, tehát, hogy én azért nem látom nem ezt, hogy, hogy ez nem, nem, hiszem, hogy ez piaci alapon működni tud egy ilyen történet. Igen, mondjuk Krautengelen például látszanak ugye az interakciók, interakciós mintázatok. Deák Dániel például, aki ugye a legnagyobb számú követő tudhatja magának, körülbelül azt hiszem 350 ezer interakciót vált ki egy hónapban, uh -huh. a, a többiek, a bohár és a rákai, azok 150 ezer per hó interakció. tehát fontos, hogy nem ember, hanem interakciót, nem tudjuk, az interakció kitől érkezik, oldalaktól érkezik, magánszemélyektől uh -huh. érkezik, de ahogy sokan hangsúlyozzák, hogy azért nem... Hát nem egy totális siker, vagy egy nem egy átütött valaki organikusan, nem akarok a Tibi atyára utalni, de hogy vannak olyan influencerek, akik organikusan sokkal nagyobb elérést tudnak elérni, mint, mint ennyi. Pénzt. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mit gondolunk a hatékonyságáról ennek a típusú kommunikációnak? Lehet-e ezt mérni egyáltalán? Mert nyilván ez nem egyik napról másikra történik meg, hanem ez egy hosszú távú stratégiának a, az állapotát rögzítettétek most, de hogy politikai kommunikáció szempontjából, vagy média hatás szempontjából tudtok-e valamit mondani arról, hogy, hogy egyáltalán látjátok -e ennek a hatását? De nyilván a végső hatása az majd a választásokon hmm. dől el, vagy hogyha hossz, még hosszabb távon nézzük, akkor öm, tulajdonképpen ez is része valahogy a nyilvános beszéd átrendezésének, vagy átrendeződésének. Öm, de hogy az emberek fejében egyáltalán ez hogy csapódik le. Szerintem kontraproduktív. Tehát hogy én azt látom, hogy hogy annyira egyen, annyira egydimenziósak ezek az üzenetek, annyira, annyira leegyszerűsített minden, és annyira nyomják, annyira erősen, tehát túlerősítették ezt a megafont szerintem egy picit, és amit cél is említett, hogy nem organikus, tehát hogy itt nincs meg az a, az a, fajta, igen, ez tetszik az embereknek, és szeretnének ezzel foglalkozni élmény vagy jelenség, ami egy, egy organikusan fejlődő dolognál kialakul, hanem, ez tukmálás. Tukmálják. Ha, igen. És hergelés. Sokszor ezek a hergelő posztok. Tehát, hogy amiben nagyok, hogy ugye van ez az Opposition Research, hogy bármilyen ellenzéki politikus, vagy liberális média, valamit egy, egy helyesírási hibát vét, vagy valaki nem úgy Iszak valami igen, vagy éppen egy, egy előnytelen pózban fotózták le, tehát az abban a pillanatban megjelenik, tehát ez szerintem nagyon erős polarizáló hatása van, nagyon és, és ez számtalan szor látszik egyébként, hogy maga a Facebook is ugye ezt sokszor, amikor a közösségi irányelveknek nem megfelelő, tartalmakat vesz észre az ilyen posztoknál, akkor ugye lejjebb is csavarja az elérést, vagy az is előfordult már például Rákai esetében, hogy, hogy le is szedték a platformról. Tehát azt gondolom, hogy de ez magának a, a dolognak a menete, tehát hogy eltolják addig, amíg lehet, és utána folyamatosan újraépítkeznek, tehát, hogy Bohár is például azt hiszem, három hónap alatt tudta visszaépíteni azt a 30 ezeres követőtáborát, akit most megszólít, de szerintem is ez a bumerang hatás egyébként valamennyire kalibrálható, tehát hogy az erős magot valószínűleg radikalizálja, de azok, akik a másik politikai oldalon vannak, azokat pedig egyrészt, tehát hogy nem valószínű, hogy ezt tudja penetrálni, vagy meg tud szólítani új választói közönségeket. Az nem fordul-e meg a fejünkben, hogy igazából ennek nem pusztán ilyen célja van, hanem például olyan célja is lehet, hogy, hogy a közbeszédet, át a felett való irányítást így átvegyék, mert ugye mindenhonnan ez jön, nem tudja az ember szinte kikerülni sem, és ugye ezeket nagyon sokszor a, 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 a kormányfüggetlen sajtó is szemlézi, tehát gyakorlatilag ingyen kapnak pluszban még média megjelenést. Hogy ez lehet -e a stratégia része, mit gondoltok? Mm. Én az Gondolom, hogy senki nem szeret egy megafonnal párbeszédet folytatni. Tehát ugye Tordai Bence volt a, ennek az ékes példája, hogy hogy nem kellemes egy megafonnal beszélgetni. És mivel a Facebook átalakult a közösségi média egy, egy személyes térré, tehát hogy a, a privát szféra része lett, ezért szerintem sokan érzik úgy, vagy érezhetik úgy, hogy betolakodik oda valaki, és egy megafonnal az arcukba ordibálja ezeket az üzeneteket. Mm. De azt mondjuk nem gondolom, hogy a kormány kommunikációnak a ECSG-berei ők ne tudnák ezt a hatást, tehát hogy és ennek ellenére nyilván csinálják, szóval... Igen, tehát fontos, Igen. amit mondta ez az ismétlés, tehát, hogy például George Lakoff, ugye kognitív nyelvész is, ugye mondta, hogy tehát hogy Trumpnál is az volt egy ilyen bevált módszer, hogy igazából kitart bizonyos üzenetéknek, let's build a wall, stb., és ezt unos, untalan ismétlés, az emb, tehát ez végül is a propagandának egyfajta ilyen agymosás hatást ér el, tehát az emberek akkor is, hogyha ezt próbálják így kizárni a gondolaték közül, ez valahogy így beférkőzik és bemarad, és ugye sokszor szokták például a, az ellenzékkel kapcsolatban felhozni azt, hogy mennyire könnyen enged Témákat. Még a kormány mondjuk 2015-től folyamatosan nyomja a migrációt, tehát hogyha bármilyen öm, ilyen témában bárki megszólal, akkor a, a, a kormány már alapvetően ugye ezt a keretezést öm, már, már évekkel ezelőtt megalapozta, és bizonyos öm, témákat egy kisajátított, és. Öm, tehát, hogy nehez, a kormány folyamatosan erre a repetitív stratégiára épít könnyű üzenetek, egyszerűen megfogalmazható üzenetek, de azokat akár évekig folyamatosan napirenden tartja, és ebbe a permanens kampányban, amit egyébként a közösségi média jelent, végül is ilyen megtérülésekkel ezt napirenden tudja tartani. Én részben értek veled egyet, mert azzal, amit mondasz, vagy mondtál ezelőbb, hogy, hogy, hogy azért ez egy egységes üzenetnek a kommunikáció, vagy egy üzenetnek, egy ilyen kór üzenetnek a kommunikációja, azzal egyetértek. Viszont ugye, mivel egyszer a, a déli Stefi mondja el, egyszer a trombitás kristóf, egyszer a bohár, és mindig váltakoznak az arcok, és mindig másként mondják ezt el, és más megfogalmazásban jelennek meg egy picit ezek az üzenetek, ugyanaz az üzenet, ezért ez egy töredezettebb... Ez a politikai marketingnek is a része, tehát hogy ugye úgy tudsz uh, különböző választói csoportokat megszólítani, hogy uh, valamennyire felméret, hogy uh, hozzájuk akkor például a Déri stefi, akkor egy uh, ilyen sport uh, kommentátor hírtévés csatornán keresztül, vagy uh, akár Bajer van egy uh, a televíziós pályafutásában már egy megalapozott uh, ugye, személyisége és követőtábora, uh, és uh, azt figyelhető meg például meg a megafonán, szerintem nagyon ügyesen csinálnak, hogy, hogy különböző ilyen perszónákat is megalkotnak. Tehát egyébként most van felfutóban például az Alberta déli elnevezési oldal, aki egy Szerbiában élő határon túli magyar, akinek nyilván a pozíciójából teljesen más típusú üzeneteket tud megfogalmazni, vagy a külvárosi suhanc, aki viszont egy panelrengetekben él, és a külvárosi embereknek az életérzésén keresztül próbál. Tehát, hogy valamilyen szinten felépítik azokat a személyiségeket, amik lehet, hogy bizonyos rétegeknek lehetnek vonzók vagy találók. Igen, és vissza csatolva az anyagunkhoz, például ez megjelenik azon az ábrán, amin azt jelöltük, hogy melyik oldal milyen típusú posztokat szokott megosztani. Egy egységdiagramon beszíneztünk, egy egységdiagramon ábrázoltuk azt, hogy milyen típusú posztokat osztanak meg. Kialakultak olyanok, akik tényleg csak mémeket osztanak meg, szinte mások képekkel kommunikálnak. Szóval ez, amit most Misi és Szilvi mondotta, az anyagunkban is megjelenik. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig az anyagról? Egyrészt örültünk annak, hogy a, a, az érintettekhez is eljutott a híre, tehát a, például a számok, a baloldali álhírek ellenszere, elnevezésű kedvenc Igen, nekem is az egyik kedvencem egyébként. Ennek már megjelent a paródi oldala, az álhírek ellenszele <laughs> nevű oldala, ami szintén sokan követnek, és sokszor összekeverik a kettőt. Ők is kiszúrták, hogy benne vannak a, a, az anyagunkban. Náluk például nagyon érdekes, hogy ők ugye a Telex Lágbajnokságán is ö, sokszor elég kiváló helyen szerepelnek, és mindig ö, hangsúlyozzák, hogy ezt egy nulla forintos büdzsével sikerül megvalósítaniuk, de szerintem itt ö, tehát a Facebook Ad Library-ben nagyon tisztán látszik, hogy több mint 800 ezer forintot elköltöttek már, tehát hogy az, hogy azon a héten nem költöttek éppen semmit, az nem jelenti azt, hogy az oldal történetében soha semmilyen költést nem fordítottak erre, tehát azt hiszem, hogy ezt is így ö, ügyesen meg lehet ö, hogy a spin-doktorok működnek, amikor ezeket a kijelentéseket teszik. Aztán kihez jutott a, még el? A Balfék News uh, posztolt egy, na egy nagyon kedves uh, posztot egyébként az anyagról. <laughs> Ő kifejezetten örült, hogy milyen illusztris társaságba került a hálózaton, tehát hogy neki ez egy abszolút pozitív uh, visszacsatolás volt, hogy a jól, részeként hogy igen, igen, tehát hogy jól, jól uh, Jó végzi a dolgát. És ez egy jó dolog, tehát hogy, hogyha ez neki jó esik, vagy ez egy jó élmény, akkor azt szerintem ez egy jó dolog. De érkezett sokféle visszajelzés barátoktól, ismerősöktől, és általában, sőt, kizárólag pozitív visszajelzés, tehát hiánypótló, és hogy örül, hogy megcsináltuk, és nagyon jó anyag, és, és tényleg általában jó. Meg a hírtévén is foglalkozott vele Dehát Dániel, aki egyébként érintettje is a az Igen. egyik legnagyobb hábia ennek a hálózatnak. Nagyobb erőtere, ha ne tudja. Van-e ennek folytatása, ennek, a, ennek az anyagnak? Vagy kinyíltak-e közben olyan kérdések, amiket tök jó lett volna vizsgálni, de nem vizsgáltatok? Vagy ugye mindig megint csak felmerül, hogy lesz-e baloldali, nem tudom, metaverzum. Igen, jó lenne egy ilyen összehasonlító elemzést elvégezni mindenképp, hiszen akkor úgy tudunk bármit is mondani, hogy akkor ez a 3500 havi poszt ez, ez most egy... Mihez képest mi, Igen, mennyi. mihez képest ö, ö, veszélyezteti a sokszínűséget, vagy nem, vagy a baloldalon, oldalon. Kik azok az influencerek, kik azok a megmondó emberek, ö, akiket akár párba lehet állítani a megafonosokkal. Ö, de azt gondolom, hogy ezen kívül például... Ö, ami számomra az egyik legtöbb fejfájást okozó feladat volt, az a Facebook oldalaknak a besorolása. Mert ugye különböző hírportáloknál, vagy a hagyományos médiánál azért élnek olyan megnevezések, fogalmak, amikbe tudunk kapaszkodni. A Facebooknál nagyon nehéz meghatározni, hogy egy oldalnak ugye azért nem egy ilyen szintista működése van, nagyon sokszor egy ilyen hibrid mémeket is megjelentett cikkeket is, sajátokat is át is vesz ugyanakkor egy oldalnak a működése sem állandó, tehát hogy megváltoztat, tehát, tehát ugye egy ilyen kifejezésre ugye farmolhatják az oldalt, vagy valaki átveheti. Tehát ezek nem egy ilyen stabil és állandó dolgok, nyilván ez mondjuk a, például az origónál is előfordult, vagy a, a hírportáknak is előfordulhat, hogy megváltozik a tulajdonosi struktúrája, de azt gondolom, hogy a Facebook oldalaknál egy ilyen tipológia felállítása, ezt egyébként sik endre el is kezdte, tehát uh -huh. van egy ilyen csapat, ami most amiben én is benne vagyok, és ami ezen dolgozik, hogy, hogy erre egy használható tipológiát felállítson. A másik dolog pedig az, hogy, hogy az anyag, az most kifejezetten a média producereknek a, a döntésein szerkesztőségi döntéseken vettünk figyelemben, tehát azt, hogy az egyes oldalak vagy csatornák üzemeltetői milyen más csatornákat és oldalakat tartanak fontosnak vagy hivatkozásnak, és ebbe ugye ez az egész ilyen közönség szegmens nem jelent meg. Tehát mi nem fordítottunk túl nagy figyelmet most arra, hogy ez a médiafogyasztók, a közösségi médiafogyasztók tekintetében, milyen számokat eredményez, mennyire értékelik, jutalmazzák, stb. Tehát, hogy mi ezt a, a, ezeket a szerkesztői szándékokat szerettünk volna felmérni, de azt gondolom, hogy ezt még ki lehetne akkor egészíteni egy olyan dologgal, ami jobban becsatornázza ezt a közönségtől érkező feedbacket. Végezetül mondjatok egy-egy mondatot arról, hogy ebben az egész projektben mit szerettetek a legjobban, és mit utáltatok a legjobban. Még ez kevesen tudja ez a hónapokon keresztül zajló kutatásról beszélünk, ami önmagában nagyon fárasztó tud lenni. Eszternél kezdeném a... Legjobban azt szerettem, hogy milyen organikus volt ez az egész együttműködés, és ahogy egy csapattá álltunk össze... Ami nehéz volt, az ö, talán túl nagyot akartunk mindig markolni, és nehéz volt ö, elengedni sok mindent. Szilvi? Nekem is a, a pozitívum az mindenképpen az volt, hogy új barátokra tettem <laughs> szem, Tehát, hogy a, a PHD kutatásnak a, a magányát ezt tök jól ellensúlyozta. A, a negatívum az mindenképpen az adatgyűjtés volt. Tehát több telefont tönkretettem, illetve a telefonjaim nem voltak alkalmasak arra, hogy annyira visszaszcrollozzak időben. Tehát valamennyire meg is határozta a, a, a kutatási időszakot az, hogy, hogy meddig vagyok, meddig engedi a Facebook, úgyhogy ne omoljon össze az oldal, hogy visszatekerje 2021. június 1-ig, úgyhogy valakinek nem tudom napi. 20 posztja van, és ez egy írtózatos mennyiséget jelent, tehát ez, ez a manuális adatgyűjtés, ez mindenképpen egy ilyen lélekölő feladat volt. Isi? Igen, ez csatlakoznék az előttem szólókhoz, nekem is a, a leg, legjobb élmény az a, az a, közös munka volt, az a hétvégén, évfélig ott ülünk a gép előtt, és bütyköljük a hálózatokat, szóval az, az, az tényleg nagyon jó volt. És nagyon organikusan, ahogy ezt is mondta, nagyon organikusan működött ez az egész, szóval ez nagyon-nagyon ez jó volt. A, az adatgyűjtés az tényleg problematikus, szóval, hogy hogy egy új jelenség vizsgálata új eszközöket kívánhat meg, és szerintem nem voltunk felkészülve feltétlenül arra, hogy mik ezek az eszközök, és néha egy picit adhok volt az, hogy hogyan nyúlunk az adatokhoz, de én azt gondolom, hogy, mert hogy milyen eszközzel, hogy hogy ezt ki lehet küszöbölni, és, és lehet egy, egy, tehát amit én mondjuk tovább lépésként el tudok képzelni, az, az, az egy automatizáltabb, vagy egy ilyen, ilyen automatizáltabb adatgyűjtés, igen. Ezzel nem teljesen értek egyet, mert Jó. szerintem, hogyha az ember folyamatosan nyomon követi azt, hogy, hogy mit is kutat, tehát hogy a, ha csak a végén kap egy, egy numerikus adatot, vagy a gép nem tudom, le, leszedi és kiexported, és csak egy táblázatban látod végül. Szóval nagyon sok olyan, olyan apróság elveszik, vagy olyan metaadatot közben tudsz regisztrálni, ami, ami nem feltétlenül jön elő, hogyha, hogyha ezt a gép elvégzi helyetted. De valóban olyan közösségi média logikákkal kellett találkozni, és kellett döntéseket hozni, hogy például, ha valaki egy posztot tesz közé, manapság elterjedt az, hogy mondjuk a linket az első kommentbe teszi le. Tehát akkor a posztot is vizsgáljuk, vagy az első kommentet. Ugye egyébként egy ilyen dezinformációs kutatások szokták felhívni arra a figyelmet, hogy például a, Facebook moderátorai legyenek ezek most ilyen mesterséges intelligencia alapú dolgok, vagy, vagy személyesek nem nézik, akkor kevésbé nézik a kommenteket, mint a posztokat. Tehát, hogy ez például egy olyan stratégia, hogyha kommentbe helyezel el valamit, akkor az könnyebben átmegy. A másik pedig az, hogy például amivel szembesülnünk kellett, hogy a cikkeket képek formájában teszik közzé, tehát nem hiperhivatkozások vannak, hanem ö, hogyan működik maga az, hogy, hogy van egy clickbait cikk, ami valamit így sugalmaz, hogy miről is szólhat az anyag, de nem, nem egyszerűen fizikailag is valószínűleg nem sokan veszik a fáradtságot, hogy bepötyögjék a címet, és utána nézzenek, és akkor az állításokat most egymás után így ö, összevessék, hanem egyszerűen az újságírás is hogyan elmegy ebbe az irányba, és ugye egy ilyen képként megosztott cikk esetében például nincsenek hivatkozások, nem mondhatjuk azt, hogy hiába ismerjük fel, hogy most ez a Mandinernek a felületéről jött, stb. Tehát, hogy így mozertanilag van egy csomó olyan bökkenő, ami a különböző ilyen felhasználási szokásokból jön ki. Hát reméljük, hogy ezeket a problémákat a későbbiekben majd sikerül orvosolni akár még egy otkapályázat is lehet majd a későbbiekben. Nem? 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 Nem szeretnétek? Ja, hát nem tudom. Szerintem mindenképp szerintem tök jó lenne ezt folytatni, csak nem biztos, hogy egy otkapályázat. Tehát, hogy én például nem pályáznék pénzre, ha egy rá. Igen. Szeretjük a szabadidőnkbe ingyen csinálni. Igen, <sítható> ez ilyen. nagyon fontos egyébként, mert hogy a, a kollégák itt ingyen a szabadidejüket nem sajnálva, vagy lehet, hogy néha sajnálva, de <sítható> <sítható> dolgoztak ezen az anyagon, és hogyha megengeditek, akkor én, annyi, a, én le is zárnám most ezt a beszélgetést azzal, hogy ugye nekünk ez egy újdonság volt szintén, hiszen külső anyagok még nem jelentek meg az átlón, de hogy, de hogy, de hogy nagyszerű volt ez az együttműködés, és nagyon szeretném, vagy szeretném Krisztiánnal, hogyha lenne még ilyen a, a jövőben. Szóval ezzel zárnám. Az anyagot az atló.team nem is tudom, hogy lebetűzzem. A-T-L-O e a m NER-univerzum. Nermetover... Ner NER-metaversum. Ner... Ezt is sokan megkérdezték, hogy mit jelent a metaverzum NER-metaversum. Nermet URL alatt uh, találjátok meg, vagy a Facebookunkon, vagy a Twitterünkön, vagy a Tumblrünkön, vagy a Redditünkön. És akkor ezzel le is zárnám. Köszönjük szépen a figyelmet. Mi is köszönjük. Köszönjük, köszönjük a lehetőséget.